Szerinted azt a kettőt felírtátok, ami ott ül a jégen? A Kis-Balatonnál számlálták a sasokat és más ragadozó madarakat a Balaton felvidéki nemzeti park munkatársai és önkéntesek. Az országos sas szinkront 16. éve szervezi a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a nemzeti parkokkal és más civil szervezetekkel együttműködve. Az elmúlt hétvégén országszerte egy időben és egységes módszertannal mérték fel a résztvevők a hazai sasállományt. Én attól tartok, hogy ezzel a kattanással születtem, szeretek kint lenni a természetben, szeretem a madarakat, megfigyelni a természet szépségeit. Ezt egyébként az ember szabad idejében rendszeresen csinálja. Ilyenkor viszont azzal, hogy kint vagyunk, tudunk adatot gyűjteni, amihez a természetvédelemhez tevőlegesen hozzá is tudunk tenni. Magyarország területén a sasfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van. Legnagyobb számban réti sasok telelnek nálunk. Ez a madárfaj sokféle élőhelyen előfordul, de táplálkozása miatt elsősorban a vizes területeket részesíti előnyben. Főként halakat, ezen kívül madarakat, hüllőket és kisebb emlősöket fogyaszt. Az MMA a partnereivel 2004-ben indította el a legfontosabb, részben már évtizedek óta ismert sastelelőhelyek egységes felmérését. Ennek azért az a célja egyrészt, hogy tudjunk valamit az aktuális állományról, de ennél sokkal fontosabb az, hogy nagyjából ugyanabban az időszakban és egyszerre megcsinált számlálással az országos állományról úgy kapjunk képet, hogy az egymás utáni évek adatait összevetve tudjunk összehasonlítást végezni, lássuk a tendenciákat, mely fajok azok, ahol növekszik az állomány, illetve mi az, ami csökken. Zala megyében a hétvégén több mint 50 sast számoltak össze a szakemberek és az önkéntesek. A madarak egyik kedvenc telelőhelye a Kis-Balaton, itt nagyobb egyedszámmal képviseltetik magukat. A Magyar Madártani Egyesület várhatóan február elejére összesíti az idei felmérés eredményeit. Az így elkészült sastérkép elérhető lesz a lakosság számára is.